Az elmúlt 10-15 évben kifejezetten egy témára próbáltam koncentrálni és építettem, ez pedig az emlékezés. Nyilván ez a téma mindig aktuális volt a művészeti világban, a képzőművészetben, a művészettörténetben, visszamenőleg hosszú évekre. De hogy úgy éreztem, hogy ez a téma nagyon érdekel engem, és különböző aspektusokból közelítettem meg. Mindig projektekben gondolkodtam, és az elmúlt három-négy év termése volt ez a makett irányvonal, amiket ezen a kiáltáson is bemutatok. Ez a Recording Memories, ez egy 2020-ban elkezdett sorozatom jelenleg is tartó állomása. Tulajdonképpen ez egy, egyfajta napló, ami során a különböző emlékeimet geometrikus formákban makettesztem le. Ugye az emlékezett kutatásnak van egy ilyen, ez egy tudományág az emlékezett kutatás, ennek van egy kifejezés, amit úgy hívnak, hogy memory mapping, tehát az emléktérképezés, Kifejezés, ami azt akarja, hogy az emlékeinket bizonyos rendszerben foglaljuk és tesszük. Néha dobozokba szerkesztjük néha pakolgatjuk őket, néhol egyet egy címkével látjuk el őket bizonyos szempont szerint, akár szagok, illatok érzések, vagy egyéb más címke alapján is, ami alapján könnyen bármikor, mint egy katalógus elő lehet húzni a polcról valamelyik, vagy olyanok, mint hogyha könyvek lennének, és adnánk egy-egy címet neki, és van benne mindig egy-egy hívó szó, ami alapján ki lehet ezeket az emlékeket le lehet emelni a polcról. És tulajdonképpen milyen formájú egy-egy ilyen könyv, vagy egy-egy ilyen doboz, ez mind szubjektív. Ezeket az emlékeket próbáltam vizualizálni, geometrikus formákban, ennek különböző élei lehetnek, különböző emlékcsoportok vagy emléktöredékek különbözőképpen találkoznak, különböző módon épülnek egyfajta architektúrába vagy hierarchiába, egymás mellé rendezzük őket, vagy egymás alá, alárendelt vagy fölrendeltség viszony van, vagy élesen találkoznak, vagy egy másik egy emléktöredék, egy másik emlék belsejében van, vagy szinte a testébe hatol be. Tehát, hogy ezeknek a viszonyait próbálta elemelni abstrakt szintre, és ebből készítettem egy hosszú fotósorozatot, ebből több mint száz darab van jelenleg, és minden egyes kis geometrikus testekből készült installációkra fotóira ráírtam a dátumot, hogy mely napra vonatkoznak ezek az események. A hozom létre ezeket a kis geometriai testeket, amiket otthon egy végterményített háttér előtt fotózom le. Tulajdonképpen a végtermék egy fotó, és ezek a kis makettek el is múlnak, nem tartom meg őket. Ennek is van egyfajta mulandósága, ami engem érdekel, mert ahogyan az emlékek is csak egy, pillanatig jönnek, egy pillanat alatt jönnek létre és tárolódnak el, amelyek persze az idő folyamán folyamatosan alakulnak dinamikusan, de az a, az a emlék az nem marad meg statikusan, hanem időről időre elővesszük és folyamatosan alakítjuk őket. Ez a sorozat kapcsolódik az építészethez, úgy érzem, mert hogy ez tulajdonképpen az emlékezés építménye, vagy építményei, ez egy architektúra. Nagyon érdekes, hogy egyszer beszélgettem egy építész ismerősömmel, és pont említettem neki, hogy szerintem akár a költészet is egyfajta építészet, mert abban is van architektúra, vannak mellé alárendelt viszonyok, van egy szerkezet, nagyon sokféle építmények vannak, és hogy ez a, ez a munka, amit most kiállítottam, ez a Recording Memories, ez is egy, én ezt úgy szoktam mondani, egy mentális építmények, az emlékezés szellemi építményei, és ezek a kis makettek inkább erről szólnak egyébként, ezek is architektúrák és építmények ilyen értelemben, köze van az építészethez, és építményeknek tekintem. Volt egy kiállításom két-három évvel ezelőtt, aminek az volt a címe, hogy Emlékmodellek, ahol az emlékezés folyamatát vizsgáltam tudományos szempontból. Ugye ezt, ezt az emlékezés kutatás, mint tudomány ágban egy picit megpróbáltam elmerülni, és ezeknek a különböző tudományos tételeit próbáltam lemakettezni egyszerű eszközökkel, fával, kővel, stb. fotóanyaggal. Tehát ilyen emlékmodellek készültek, azokat is egyfajta építményeknek tartom, és építészeti elemeknek. Jövő évben, 2024-ben elvileg a Dunújvárosi Kortás Közművészeti Intézetben lesz egy átfogó nőálló kiállításom, arra készülök. Egyebekben szeretném tovább folytatni ezt a ezt az utat, amire most pár évvel ezelőtt ráléptem, ezeket a belső maketteket és belső mentális térképeket létrehozni. Úgy érzem, hogy ebben ennek egy hosszabb időszakot szeretnék szentelni.